2014. szeptemberétől ön lett a Horváth István Általános Iskola igazgatója. A tavalyi évben már ugyanezt a feladatot látta el, mint kinevezett igazgató. Most mennyire változott a munkaköre, illetve a feladatai? Én azt gondolom, hogy alapvetően nem változott meg a feladatköröm, hiszen tavaly megbízott igazgatóként is ugyanezeket a tennivalókat kellett ellátnom, és a tavalyi év sem volt egyszerű, hiszen a jogszabályi változások miatt nagyon sok tennivaló hárult rám, és a nevelőtestületre természetesen. Inkább úgy fogalmaznék, hogy egy 5 évre kinevezett igazgatónak nagyobb a felelőssége, hiszen nem mindegy, hogy hosszú távon milyen célokat tűzünk ki, azokat hogyan valósítjuk meg az iskola jövője a gyerekek érdekében. Említette, hogy az elmúlt év az egy átmeneti időszak volt. Azok a problémák, amelyek a jogszabályi változásokkal adottak, most mennyire simultak ki? Azt gondolom, hogy talán belelendültünk a feladatokba, megismerkedtünk a jogszabályokkal, elkezdtük az újítások bevezetését, és mondhatjuk talán, illetve bízom benne, hogy ennek a bevezetésnek a folytatása az idei évben egy kicsit már gördülékenyebben ment, tehát gondolok itt a mindennapos testnevelésre, az olyan új tantárgynak, mint az erkölcstannak a bevezetése, és a pedagógiai programból adódó egyéb újítások bevezetésére beszélünk itt. Említette az erkölcstant, illetve a mindennapi testnevelést. Beszélne egy kicsit arról, hogy most ez hogy áll az iskolába, tehát a mindennapi testnevelést hogy sikerült megvalósítani, illetve az erkölcstan, ami most egy új tantárgy, ez pontosan mit akar, mit tanulnak ezen a órán a gyerekek? Igen, hát valójában a mindennapos testnevelés tulajdonképpen már nem annyira újdonság, 3. évben vezetődik be, hogy ilyen csúnya magyarsággal fejezzem ki magamat. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy pedagógiai programot vagy tantervet bevezetünk, az mindig felmenő rendszerben történik. Most per pillanat a testnevelésnél alsóban 3., felső tagozaton 7. osztálynál járunk. Jövőre lesz az a tanév, ahol megvalósul az, hogy minden évfolyam, minden osztály, minden gyerek mindennapos testnevelés keretében tanulja, illetve hát mozog testnevelés órákon. Ez már tavaly sem volt egyszerű, az idén még nehezebb, és jövőre megoldást kell rá találnunk, mert ez nagyon sok testnevelés órát jelent, tehát ha 16 osztályunkat beszorozzuk heti 5 testnevelés órával, ugye ebből kiviláglik, hogy ezt a délelőtt folyamán nem lehet megoldani úgy, hogy a gyerekek testnevelés órái ne ütközzenek egymással. Jó időben nincs gond, akkor kimehetnek az udvarra, pályára. Ilyen esős időben, mint ami ma is van, nincs szíve ugye az embernek kiküldeni a gyereket az egyfokos rossz időbe. Tehát ilyenkor előfordul sajnos, mert hogy ugye több szempontot figyelembe kell venni az órarend összeállításánál, hogy még csak nem is hasonló korosztályú gyermekek, hanem mondjuk 4. osztályosok tornáznak együtt 8. osztályosokkal. Tehát jövőre ezt a problémát kell orvosolnunk, ami a testnevelést illeti. Az erkölcstan egy új tantárgy valóban, illetve hát ez is 2. évben új tantárgy. Sokrétű dologgal foglalkoznak a kollégák, illetve a gyerekek ezeken az órákon foglalkoznak, úgy mondanám, hogy lelki és testi egészséggel. Tehát azzal, hogy egy közösségben hogyan kell élni, mi a közösségben élés elfogadott szabálya, normája, hogyan kell együtt élni például, és elfogadni és segíteni mondjuk fogyatékos embereknek, aztán hogyan kell egymást segíteni, mi a jó és a rossz közötti különbség, de olyan apróságokra is idézőjelben mondom ezt az apróságot gondolhatunk, hogyha például az ember megbetegszik és náthás lesz, miért kell arra törekedni, és hogy hát hogyan törekedjünk arra, hogy meggyógyuljunk, és miért jó ez nekünk, meg hát hogyan vigyázunk a többiekre, hogy például meg ne fertőzzük. Tavaly lehetőség is adódott a gyerekek számára, hogy délután 4-ig itt lehetnek az iskolában. A tavalyi évhez képest mennyire veszik többen igénybe ezt a fajta lehetőséget, hogy van-e valami változás?
Igen, tehát maga a délutánig való bentartózkodás, illetve a felügyelet igénye az alapvetően nem változott. Fősőben per pillanat egyetlen tanuló igényli csak 4 óráig, alsóban körülbelül összevontan 1 osztálynyi. 3 óráig azonban, amíg a hagyományos napközis foglalkozásokat bonyolítjuk, azt kell mondanom, hogy 3.-4. éve, idézőjelben egyre népszerűbbek vagyunk, de valóban úgy tűnik, hogy a gyerekeknek is és a szülőknek is nagy igénye van arra, hogy délután megfelelő keretek között biztosítsuk a tanulóknak a másnapra való felkészülését. Tehát itt is, ahogy az étkezésnél is, folyamatosan emelkedik a létszám. A fél év vége felé közeledve, hogy értékeli ezt a fél évet? Milyen programok, események zajlottak itt az iskolában? Igen, tehát ugye az évelei beindítás, ami sosem egyszerű után, lezajlottak folyamatosan a hagyományos iskolai megemlékezések, illetve a települési rendezvényeken, mindenütt, ahol kellett és illett, részt vettünk és segítettünk, hiszen nekünk is nagyon sokat segítenek a település lakója, különböző civil szervezetek. Az eseményeink közül talán 2 emelnék ki. Az egyik az októberben lezajlott témahét, amely a közlekedés témaköré csoportosult. Itt volt nagyon érdekes kerékpáros bemutató Rummel Ferencék segítségével. Elmentek a gyerekek közös kerékpártúrára az Ösküi Kerektemplomhoz, ez nagyon sok gyermeket, sőt, szerencsére szülőt is megmozgatott, vagy mondjuk azt is megemlíthetném, hogy mennyire változatos volt, hogy a rendőrkapitányságtól kijöttek, illetve a védőnőnk is eljött és tartott rendhagyó foglalkozást. Ez 1 hétig tartott, a témahét általában 1 hetes időszakot foglal magába, és most értünk a végére a múlt héten a 3 hetet meghaladó projektünknek, amelynek az volt a címe, hogy Hungarikumok. És azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jól sikerült rendezvénysorozat volt. Magát a témát nagyon jól találták ki és választották meg kollégáim, hiszen a gyermekekhez nagyon közel álló, illetve nagyon érdekes témákról lehetett beszélgetni, tablót készíteni, prezentációkat készítettek. Nagyon sok meghívott vendégünk volt, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani, hiszen ők mind úgy jöttek el, hogy a saját szabadidejüket áldozták fel iskolánkra, a gyerekekre, illetve úti költséget, tehát mindent ingyen és bérmentve csináltak nekünk. Tehát például megemlíteném a Vadrózsa Citenezenekart, eljöttek hozzánk a Herendi porcelán manufaktúrából, csipkeveréssel megismerkedhettek a gyerekek, volt táncházunk, ide be tudtuk illeszteni, hiszen ugye a népmese az nagyon jól illeszkedik a Hungarikumok közé, tehát alsós mellett újdonságképpen a felsőben is szerveztünk mesemondó versenyt, volt énekverseny, népdaléneklési verseny, ahol az elsősök kivételével minden osztály szerepelt, és az osztályok együttesen léptek fel, és nagy öröm volt hallani, hogy ezek a gyerekek milyen lelkesen és szépen tudnak énekelni, és valóban népdalokat énekeltek. Tehát azt hiszem, hogy a hagyományokkal való megismertetés, a hagyományok továbbvitele szempontjából is nagyon fontos volt ez a témahét. Aztán rendkívül jól sikerült, és nagyon jó hangulatú kimutatót szerveztek a kollégáink a gyerekeknek, és nem szabad megfeledkezni híres emberekről sem, tehát Puskás Ferenc révén becsempésztük ide a focikupát, tehát foci verseny is zajlott az osztályok között. Mindenféle témakörben egyébként próbáltuk a gyerekeket megmozgatni, azt hiszem a legsikeresebb, legfergetegesebb hangulatúra a közösségi házban szervezett projektzáró sikerült. Nagyon eredményesnek minősíteném egyébként az egész projektet. Minden osztály és minden kolléga nagyon sokat dolgozott benne, és a külsősöknek is. Nagyon szépen szeretném megköszönni ezúton is a segítségét, illetve szponzorainknak. Ugyanis vége láthatatlan az a névsor, akár magánszemélyekről, akár civil szervezetekről,
boltokról van szó, akik segítettek bennünket anyagilag, mert hogy nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a rendezvénysorozat, és a jövőben is nagyon szívesen vennénk, ha ezek a személyek támogatnának bennünket, mert iskolánk csak úgy tudja ezeket a színes programokat megvalósítani, hogyha a pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll. Fél év vége felé közeledve, hát ugye a nyolcadikosoknak már nyakukon van a felvételi, illetve a döntés, hogy hova jelentkeznek. Erről lehet-e már tudni valamit, illetve az előző évek tapasztalatai milyenek voltak? Szerencsére az elmúlt évek, akár 2008-ig, hogyha visszamegyünk, onnantól kezdve van rendszeres adat összehasonlításunk. Mindig nagyon jó a beiskolázási mutatónk. Általában 70% vagy 70% fölött van azoknak a tanulóknak a száma, akiket érettségit adó középiskolába vesznek föl, tehát gimnáziumba vagy szakközépiskolába. És szintén sok éves jó eredményünk az is, hogy a tanulók a szinte 100%-ban az első helyen megjelölt helyre vesznek fel. Most ennek érdekében már ugye most mondhatom azt, hogy októberben tulajdonképpen elkezdődött az eredményes továbbtanulás érdekében a tanulóinknak a felkészítése. Ez jelenti egyrészt azt, hogy pedagógusaink matematikából és magyarból felvételi előkészítő foglalkozásokat tartanak a nyolcadikasok számára, tehát heti rendszerességgel, tanórai keretek között, illetve tanóra után tulajdonképpen, tehát iskolai szervezet formában. A másik pedig az, hogy iskolánkban az osztályfőnökök, a pályaválasztási felelős rendszeresen meghívtak különböző iskolákból diákokat, egyrészt volt diákjainkat, másrészt pedig az iskola pedagógusait, illetve vezetőit, akik bemutatták az iskolákat, tehát itt megemlíthetném a Túri gimnáziumot, a Fallert, de el kell mondanom, hogy Herendről is volt ilyen bemutató és tájékoztató a gyermekek számára, illetve mivel most már azt is mondhatom, hogy hagyománnyá vált, hogy az Arany János tehetséggondozó programban is éves szinten több gyermekünk vesz részt, tehát a Fehérvári Teleki gimnáziumból is eljöttek hozzánk. Illetve mi is ösztönözzük a gyermekeket, hogy menjenek el az iskolák különböző nyílt napjaira. Erre sor is került. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az előbb felsorolt iskolákba látogattak el diákjaink egyénileg, tehát a szüleik segítségével, illetve volt rá eset, amikor itt délelőtt, illetve hát délután szervezetten a pedagógusok kíséretében mehettek el. És meg kell még említeni azt is, hogy a nitrogénművek is támogatott bennünket a projekt során is, illetve elmehettünk oda is egy gyárlátogatásra, ami nagyon hasznos volt a továbbtanulás szempontjából. Hadd ragadjam meg itt az alkalmat, hogy felhívjam a kedves szülők és továbbtanuló nyolcadikasaink figyelmét, hogy bizony itt a december, és a központi matematika és magyar írásbeli felvételikre december 10-éig kell beadni a jelentkezési lapot. Ezt az osztályfőnökök már ki is osztották, tehát kérem, hogy időben töltsék ki és hozzák vissza ezt a jelentkezési lapot. Az Arany János tehetséggondozó programra visszatérve, idén hány tanuló indul ezen a pályázaton? Igen. 5 tanulónknak szavazta meg a nevelőtestület a támogatását, és kértük az önkormányzatot, tehát Pétfürdő Nagyközség önkormányzatát. 3 tanuló esetében, illetve 1 tanuló esetében Berhidára kellett támogató kérvényt írnunk, illetve egy másik bejáró tanulónk is van Palotáról, tehát Várpalotai önkormányzat segítséget is kellett kérnünk, tehát összegezve 5 fő szeretne részt venni jövő évtől az Arany János tehetséggondozó programban. A következő fél évre milyen tervei vannak az iskolának? Ami a tanulmányokat illeti, ugye tehát 8-asaink előtt itt áll majd január-februárban a pályaválasztás, aztán már decemberben elkezdődik az ECDL vizsga, 7-eseinket készíti fel kolléganőm ECDL vizsgára,
egy turnus gyermek, hogy így mondjam. Már decemberben megpróbálkozik az LCD elvizsgával, egy másik fele pedig majd januárban megy, és a nyolcadikasokkal pedig a május végi, június elejé nyelvi, tehát angol nyelvi állami nyelvvizsgára fogunk készülni, illetve hát adjuk be a jelentkezési lapot. Nagyon sok tanulmányi verseny szerepel a programunkban, természetesen továbbra is mindenféle iskolai és települési rendezvényen szerepelni fogunk. Most éppen a karácsony áll előttünk, ahol körülbelül 10 alkalommal fognak részt venni különböző eseményen a gyermekeink, illetve a második fél évből szeretném kiemelni majd a különböző sportversenyeket, tanulmányi versenyeket, amelyeknek tavasszal esedékes az időpontja, és a szintén tavasszal megrendezésre kerülő Horváth István napokat, amelyet, ahogy régebben, most is egy kibővített, gazdagabb változatban szeretnénk megszervezni, beleértve nem csak a szokásos tanulmányi versenyeket, Európai Uniós vetélkedőt, a megemlékezést, hanem lesz ismét a közkedvelt verstúra is, és újra felelevenítjük, és reméljük, hogy ezáltal is egyrészt élményeket szerzünk az iskolán gyerekeinek, másrészt egy kis bevételt is, mert újra szeretnénk szervezni kulturális gálát. Kik azok a személyek, ugye nagyon sokat beszéltünk már, meg említette, hogy a projekt során is nagyon sokan támogatták az iskolát. Melyek azok a személyek, vállalkozások, egyesületek, akikre támaszkodhat az iskola? Igen, itt nagyon hosszú a névsor. Kollégáim keresték meg ezeket a személyeket, illetve szervezeteket, de nagyon sokan önként is jelentkeztek. Ha szabad, akkor felolvasom ezt a névsort, mert olyan sokan voltak, akik részt vettek ebben a projektben, illetve hozzájárultak a sikeréhez. Így a Polyák ABC, a Gazdabolt Center, a PC Doc számítástechnikai szaküzlet, a Wimmer Trans Kft., a Nitro étterem, Tóth Anitával az élem, a Tök Jó Üzletház Budainé Sándor Anitának köszönhetően. A sorban középen szerepel a Napsugár Alapítvány a gyermekekért, de meg kell említenem, hogy alapítványunk, amely 92-ben jött létre, és azóta is töretlenül támogatja iskolánkat, szinte az iskolai élet minden területén. Annyira fontos szerepet tölt már be az iskola életében, az iskolának a támogatásában, hogy azt hiszem, hogy az intézményünk, az alapítvány létezése és támogatása nélkül nem tudna működni. Szeretném megköszönni továbbá a Nitrogén Művek ZRT-nek, többek között Medve Józsefnek, a Hansmann ZRT-nek, szülői munkaközösségünknek, amely szintén egyre nagyobb szerepet vállal az iskola finanszírozásában és támogatásában. Úgy szintén a Diákönyvkormányzat, azt hiszem az a harmadik szervezet, amely, ha bármi probléma van, akkor a zsebébe nyúl, nem csak programokat szervez a tanítványaink számára. Várpalotáról például a Talentum könyvesbolt is támogatott bennünket, a Petőfi étterem és rendezvényterem úgy szintén, volt tanítványunk Molnár Miklós és a Bukta Taxi. A negyedik szervezet Pétfürdő Sportjáért Alapítvány Transzki Lászlóval az élen szintén visszatérő támogatónk, hogy úgy mondjam, köszönjük nekik. Messzebbről való szervezetek is vannak, például a Balatonfüstfői Serpa Kalandpark, kollégáim jó kapcsolata révén segít be nekünk. Bálint Gézáné nevét feltétlenül meg kell említenünk, ő töretlenül kiáll mindig az iskola mellett, és végül, de nem utolsó sorban, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és mindig számíthatunk rájuk, a Közösségi Ház és Könyvtár igazgatónője és munkatársai. Nagyon köszönjük nekik!